Nem egy táncos nőhöz, hanem egy vendéghez nyúlt hozzá kéretlenül Kenderesi Tamás szombat este a vizes világbajnokságnak otthont adó Gwangju egyik éjszakai bárjában. Ezt mondta híradónknak egy Dél-Koreában élő magyar nő biztos forrásokra hivatkozva. Az úszószövetség elnöke szerint a fegyelmi eljárás elkerülhetetlen. Ahogy bárhol a világon, ebben a Gwangju-i bárban is egymáshoz viszonylag közel szórakoznak a fiatalok. Ilyenkor véletlenül bárki hozzáérhet a másikhoz. Kenderesi Tamás, akit most a koreai hatóságok szexuális zaklatással gyanúsítanak, szerint ennél nem is történt több szombat éjjel. Az úszó a közösségi oldalán azt elismeri, hogy hozzáért egy pultnál álló koreai táncos lány fenekéhez, amiért a lány komolyan megharagudott, ám a szexuális zaklatás vágyát a sportoló teljes mértékben visszautasítja. Biztos forrásból van az információ, amit szereztünk, hogy a hölgy, akit zaklatott a magyar úszó, az táncos nő lett volna, ő nem volt táncos nő, nem volt alkalmazottja, a klubnak egy vendég volt. A budapesti hajóbaleset koreai visszhangjait is aktívan tolmácsoló, Szöulban élő Eugenia Lee szerint Koreában minden nyilvános hely térfigyelő kamerákkal van felszerelve, egy ilyen rögzítette Kenderesi Tamás mozdulatait is. Miután a hölgy rendőrt hívott, a rendőrség kiérkezett a helyszínre, ahol az úszó már nem volt megtalálható, csak a sértett. Megnézték a kamera felvételeit, mivel nem volt jelen a fiatalember, elmentek a szállodájába, és ott kihallgatták, illetve hivatalosan eljárást indítottak ellene. Az ellentmondásokkal kapcsolatban megkerestük a sportolót és a Magyar Úszó Szövetséget is, ám eddig nem kaptunk válaszokat. Nincs különbség. A Nők a Nőkért Egyesület jogi szakértője szerint, ha nem véletlen érintés történt, akkor Kenderesi Tamás mindenképp zaklatást követett el, amely független az országok közötti kulturális különbségektől. Szexuális zaklatásnál minimum azt figyelembe kell vennünk, hogy a másik ember teste az egy abszolút határ. Semmi sehol sem, és semmilyen körülmények között nem érhetünk hozzá az illetőnek a kifejezett kívánalma ellenére. Koreában egy nő kéretlen fogdosása nem maradhat következmények nélkül, így az olimpiai bronzérmes úszó, akinek nevét és állampolgárságát következetesen nem közli a koreai sajtó, egyelőre nem hagyhatja el az országot. A Yonhap News Agency szerint a dél-koreai rendőrség vádemelési javaslattal fordult az ügyészséghez, a sportoló pedig a rendőrségnek elmondta, vissza szeretne térni Magyarországra, ráadásul ki is fizetni a rá kiszabott bírságot. A Magyar Úszószövetség vasárnap azt közölte, a vizsgálati szakaszban a magyar válogatott tagját megilleti az ártatlanság vélelme, ugyanakkor, ha hivatalosan igazolás nyer vétkessége, úgy a szövetség fegyelmi bizottsága fogja megtenni a további lépéseket. Sós Csaba szövetségi kapitány hétfőn az Indexnek már úgy fogalmazott, bízik benne, hogy Kenderesi Tamás tisztázza magát, de a szövetség fegyelmi eljárása elkerülhetetlen.